meg lehet a 14 mandátum a Fidesznek. A 40% feletti részvétel a Fidesznek jó hír lehet. És ezzel párhuzamosan elég rossz hír azoknak a kisebb pártoknak, amelyeket 5% körül mértek a közvéleménykutató cégek. A Momentumnak és az LMP-nek ugyanis éppen az lenne az érdeke, hogy a kevesebb szavazója nagyobb arányt képviseljen az összes választó között. Márpedig ha nő a részvétel, értelemszerűen emelkedik az 5% küszöb határa. Egy 40%-os részvétele például az azt jelentené, hogy nagyjából 160-170 ezer szavazat kell ahhoz, hogy egy párt elérje az 5% küszöböt. 5 éve az LMP az alacsonyabb részvételnek köszönhetően 116.904 szavazattal jutott 5,04%-kal mandátumhoz. Elképzelhető tehát, hogy éppen a magasabb részvétel lesz az LMP és, vagy a Momentum veszte. Ami a Fidesznek azért jó hír, mert egy-egy párt kiesése több EP mandátumot eredményezhet a Fidesznek. Vagyis ha valóban beigazolódik, hogy a Fidesz mozgósította nagy arányban a választóit, és a magasabb részvételi adatok a kisebb pártok kiesését eredményezi. Nem kizárt, hogy a 14 mandátum is meg lesz a Fidesznek, szélsőségesebb esetben a 15 is. De persze van még pár óra a 7 órás zárásig. És nem kizárt, hogy a nagyobb városok, főleg Budapest belehúz, és úgy emelkedik a részvétel elsősorban az ellenzéki aktivitás miatt, hogy ez ellensúlyozza majd az országos Fidesz tarolást. A magas budapesti részvétel eddig rendre bejuttatott kisebb pártokat az EP-be, emlékezzünk. Korábban az SZDSZ-t, legutóbb az Együttöt és alig 1000 szavazattal az LMP-t, kérdés, hogy most mennyire lesz kiemelkedő végül a budapesti részvétel. És persze, hogy Budapesten a Fidesz vagy az ellenzék tudott-e jobban mozgósítani.